életünknek egyetlen egy értelme van, és ez Jézus Krisztus. Tudjátok, én nagyon-nagyon sok ideig jártam az utamat, próbáltam keresni valamit, ami megelégíti azt a mérhetetlen belső vágyamat, azt az éhségemet, ami belül marcangolt. És egyedül jártam az utcákat, Nyíregyházán, egyedül az éjszakába. És tudjátok már, mikor minden barátomtól elbúcsúztam, mikor már mindenki hazament, de még nem tudtam hazamenni. Nem tudtam hazamenni, mert csak annyit éreztem, hogy együtt voltunk, mit tudom én, 4-5 órán keresztül a barátaimmal, és lehet, hogy ittunk is, és minden más csináltunk, de semmi nem töltötte be azt az űrt a szívembe, ami ott volt bennem. És aztán befogadtam Jézust egy nap a szívembe. Most nem akarom ezt hosszúra húzni, ezt az egész sztorit, de a lényeg az, hogy újra felragyogott a nap. Megtaláltam őt, és ő megtalált engem igazából, és akkor megéreztem azt, hogy hazatértem ő hozzá. És csodálatos volt, és így telt el körülbelül 1 év vagy 2 az életemben. Teljesen odáig, amíg egyszerűen fantasztikusan napi szinten jártam az Úrral, hallottam az ő hangját, benne éltünk Istennek a dicsőségében igazából is. De jöttek emberek, és azt mondták, hogy nem eszik ezt ilyen forró. Ne hagyd te az Úr hangját ennyire, mert ez túl veszélyes. Veszélyes, amit csinálsz. Mert az ördög becsaphat. És aztán elkezdtem figyelni ezekre a hangokra, és tudjátok, lassan, azon vettem magam észre, hogy újra beborul az ég felettem. Azon vettem magam észre, hogy újra rabláncokon élem az életemet. Már nem a világnak a láncaim, hanem a vallásnak a rabláncaim. Mikor meg kellett mutatnom az embereknek, meg kellett mutatni a vezetőknek azt, hogy mennyire jó keresztény vagyok. Mindenkinek be kellett bizonyítanom azt, hogy én méltó vagyok arra, hogy engem Isten szeressen. És tudjátok, ahogy minél inkább ebbe belementem, annál inkább veszítettem el ebben az egészben a szívemet. Úgy múltak az évek, és már majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy évtizedek is. Hogy egyszerűen az volt bennem, hogy Istenem, lenni kell valami többnek. Lenni kell valami többnek, Uram. Ez nem igaz, hogy Jézus, ezt nem tudom örömhírnek nevezni. És visszaemlékeztem azokra az első évekre, mikor őszintén tudtam felemelni a kezemet a menny felé. Amikor azt tudtam mondani, hogy Uram, annyira szeretlek. De aztán már nem tudtam ezt mondani, mert állandóan károsztatva éreztem magamat. Mert mindig valaki elmondta nekem, hogy te nem lehetsz boldog, hát bűn van az életedben. És tudjátok, amikor így ott voltam megkeseredve Isten előtt, egyszerűen nem maradt más számomra, csak annyi, hogy egy hatalmas belső vágy, hogy Istenem, úgy szeretnék valami többet belőle, úgy szeretnélek megtapasztalni. És ekkor az történt, hogy egyszerűen fogad minket az Úr a családommal együtt, és kivitt minket úgy, ahogy volt Angliáról. Innen ebből az egész maszlagból. Megragadott minket, és kivitt Angliáról. Az volt a szívünk, hogy Istenem, mi téged akarunk meglátni. Szeretnénk valami valósat megtalálni a világban, hogyha bárhol megtaláljuk ezt a csodálatos életet, ami csak belőled árad ránk, akkor mi ezt akarjuk. És minden megteszünk. És tudod, testvérem, amikor te nagyon-nagyon éhes vagy, és mész az utcán, sétálsz, és megérzel az orroddal egy pékséget a közelben. És akkor csak annyit érzel, hogy... És már veszed is arra az irány. Nem tudom, ismeritek-e az érzést. És akkor már be is nyitottál, és akkor kérek 3 dúros béles, 2 kakaós csigát. De ott kezdődik el,
De ott kezdődik el, hogy szagot fogsz. És tudjátok, így történt ez velünk is. Ott is próbálkoztunk így különböző gyülekezetekben megtalálni az Urat. És nem találtuk meg. És eljött az a nap, amikor egyszer otthon voltunk igazából, és egyszerűen csak Isten jelenléte leszállt. És adott a mennyből egy illatot. Adott egy érintést, adott egy pillanatnyi belepillantást abba a csodálatos dicsőségbe, amiben Istennek a drága, drága gyermekei élnek a mennyben. És tudjátok, egy igével kezdődött el az, hogy Isten egy fordulatot tett az életemben. És ez egy olyan ige, ami annyira jelentéktelen, hogy azt tudnád mondani, hogy ez lehetetlen, hogy egy ilyen ige megváltoztassa valakinek az életét. És az ige az volt, amikor azt mondja Pál apostol, hogy rabszolgaként kaptad az elhívást, ne foglalkozz vele. Ennyi. És én ezen elkezdtem gondolkodni, hogy mondhat a Pál ilyet? Hát az a sikeres keresztény, akinek a legjobb kocsija van, aki a legszebb öltönybe jár, aki a legcsodálatosabb dolgokat teszi az életében, mert ott van Isten áldása az életén. És akkor értettem meg, tehát igazából egy kijelentést kaptam a mennyből ezzel az igével, hogy az igazi kincs, az nem a Földön található. Ezért tudta Pál apostol azt mondani, hogy rabszolgaként kaptad az elhívást, ne foglalkozz vele. Miért? Mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És ha te rabszolga vagy, és Jézus befogadod a szívedbe, azt írja az Isten igéje, hogy az Úrban elhívott rabszolga az Úrnak szabadosság. És én tudom azt, hogy közületek is sokan rabszolgának érzitek magatokat a ti életetekben. De én most arról szeretnék nektek beszélni, amit én megtaláltam. Nem akarom hosszúra húzni, csak tényleg egy pár perc. De a lényeg az, hogy amikor kapsz egy csókot a királytól, onnantól kezdve ezen a földön semmi nem elégít meg téged többé. Soha semmi. Vagy ha kapsz egy ölelést, egy illatot, egy érintést a mennyből, onnantól kezdve hozhatják hozzád a milliókat, és mondhatják azt, hogy a milliók, vagy az Úr jelenléte. Testvérem, most szeretném, hogy elképzeljél magad egy képet most. Ott vagy a Szahara sivatag kellős közepén, kicserepesedett szájjal, már négy kézláb húszol a szomjúságtól, és már úgy vagy velem, ma még egy dombot, még mászok négy kézláb, és aztán szomjan halok. Képzeljétek el a képet. Látjátok magatok elő ezt a képet? Most képzeld el, oda jön egy úriember, öltönyben, gyönyörű nyakkendővel, aktatáskával a kezében, és aztán fölnyitja, és azt mondja, ez a 100 millió, tiéd. Tessék, tiéd lehet. És te csak azt mondod, csak egy kort vizet ad. Érted? Mert erre vagyok szomjas. Mert a kincsem abban a helyzetben, abban a pillanatban nem az az aktatáska pénz, hanem csak szeretném először is túlélni a mai napot. Így van? És ugyanígy van velünk Isten is. Ha úgy érzed manapság, hogy van a szívedben egy ilyen frusztráció, egy ilyen, hogy lenni kell valami többnek az életben. Testvérem, jó reménységed lehet. Mert ezt a Szent Szellem végzi a szívedben. Mert Isten be akarja tölteni ezt a vágyadat. Mert Isten szelleme az, aki formálja bennünk ezt az éhséget, ezt a szomjúságot. És ő akarja betölteni. De a megfelelő helyen kell, hogy keressük ezt. Tudjátok, én nagyon sokáig úgy álltam Isten tiszteletre, hogy mentem a kútra inni, mert szomjas voltam, azért, hogy túléljem a következő vasárnapig, hogy szomjan ne halljak. Így jártam minden vasárnap, hogy a dicsőítésből és az ige hirdetésből kapjak annyit inni, hogy azt tudja mondani, hogy kibírom a jövő vasárnapig. Nem tudom, ismerős a dolog. Tényleg. És amikor ebben éltem benne az életemet, akkor jött az,
Az a csodálatos érintés, amiről az előbb is beszéltem az Úrról, és elkezdett a Szent Szellem csak így lágyan, így árat rajtunk keresztül, és elkezdett nekem beszélni arról az Úr, hogy élő vizeknek folyamai áradnak ki a te bensődből, a te bensődből, halleluja, a te bensődből, a te bensődből, és hogy az Istennek a királysága benned van. Testvérem, Isten hívja az ő gyermekeit az ő karjaiban. Kitárta az ő karjait, és hív benneteket is. Testvérem, a lényeg az, hogy Isten királysága bennetek van. És ezt úgy találhatjuk meg mindnyájan, hogy elcsendesedünk ő előtte. És egyszerűen csak elfogadjuk azt, és itt kezdődik el, nagyon-nagyon fontos, elfogadjuk azt, hogy nekünk nincs saját igazságunk. Mert akkor jött Isten legközelebb hozzám mindig, amikor a legutolsóbbnak éreztem magamat. Tudod, Istennek van egy olyan természet, hogy amikor te a legmélyebb gödörbe vagy, és úgy érzed, hogy a legnagyobb üres pofont érdemelnéd meg most az életedben, akkor oda beugrik hozzád az Úr a gödörbe, és az első dolog, amit tesz, hogy egy hatalmas csókot nyom az arcodra, és aztán megölel téged. Mikor te úgy éreznéd, hogy most kell, hogy kapjak egy nagyon nagy pofont. Tudod, soha, de soha nem az indít téged megtérésre, hogy valaki megmondja neked a bűneidet a szemedbe. Az egyedüli dolog, ami téged változásra tud késztetni, az az Istennek a jósága. És az ő szeretete. Amikor ezzel szemtől szembe találkozol, egyszerűen nem tudsz ugyanaz az ember maradni. És én velem is ez történt. És azóta, ez 3 évvel ezelőtt történt. És azután elkezdtem menni az Úrnak a jelenlétébe. És nem tettem mást, csak hátradőltem a szófán, és azt mondtam, hogy Uram, csak szeress. Mert már engem annyira szerettél, hogy a te egyszülött fiadat sem kímélted meg, hogy odaad értem, hogy meghalljon, kihalált halljon értem, hogy én itt legyek ma, és én te veled élő közösségben legyek újra. És tudod, mi történt, testvérem? Az, hogy ott ültem, és csak azt érzem, hogy leszáll Istennek a lágy, kedves jelenléte, és elkezd, mint egy átmosni engem. És eltelt az egyik fél óra, a másik után telt, és volt olyan, hogy 3-4 órát ültem így az Úrnak a jelenlétébe, és mondtam körülbelül 4 mondatot az Úrnak. Értitek? Csak egyszerűen ott voltam, hogy Uram, csak szeretni akarlak, és csak szeress. Értitek? Isten erre hív mindnyájunkat. És tudom azt, hogy Istennek szelleme egy hatalmas új munkát kezdett el Magyarországon. És ebbe téged is ott akar látni. Nem csak ott akar látni, hanem Isten egy hatalmas eszközként akar használni téged. Velem együtt. De amikor átérezzük az Úrnak a szeretetét és a dicsőségét, és azt a méltatlanságot, hogy Uram, én ebbe ennyit nem tettem, azért, hogy jobbá váljak. És tudjátok, mit vettem észre? Körülbelül egy hónap telt el, ez a bizonyság igazából, ez a csodálatos dolog. Nem tettem más, csak időztem Istennek a jelenlétében, és azt vettem észre, hogy a Szent Szellem gyümölcsei elkezdenek megjelenni az életemben. Én 20 éven keresztül keresztényként mindig azt gondoltam, hogy nekem kell megteremnem a Szent Szellem gyümölcseit az életemben. Ami a szeretet, öröm, békesség, szívesség, hűség, jóság, szelítség, mértékletesség. Mindegy mondtam? Mindegy. Alázat. Nagyon fontos. Nagyon fontos, de azt vettem észre, hogy csak annyitól időztem Isten jelenlétében, és az Éva is a tanú, mert igazából ő fedezte ezt föl először rajtam. És ő mondta, hogy látja a változást rajtam. És elkezdtem érezni, hogy tudom szeretni az embereket. De értsétek, ez nekem nem könnyű. Tehát én nem úgy nőttem fel, meg én alapjában véve nem olyan vagyok, mint én, hogy alaptermészetemből én mindenkit rá tudom borítani
a hatalmas szeretete. Éva ilyen? Hát ez, ő egy más. Ő neki az Úr már odaadta ezt a génjeivel együtt. De én azáltal, hogy időztem az Úr előtt, egyszerűen megjelent az életem az öröm, a béke, de olyan szinten, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy Istenem, az sem érdekel, ha ezen a világon mindent elveszítek. Csak te legyél itt velem, és csak a te jelenlétedben legyen. Csak még egy percet, csak még egy fél órát. És aztán ott volt az idő, mennem kell dolgozni, nem igaz! Uram! És elhatároztam, hogy jó, akkor holnap egy fél órával hamarabb kellek. És akkor így kicsattant a szemem reggel, és úgy éreztem magam, mint egy ilyen huncut fiatal, aki megy a szerelmi találkájára. És reggel kipattant a szemem, és gyorsan készültem el, még a fogam is olyan gyorsan mostam, hogy minél hamarabb ott lehessek az Úr előtt. Aztán megint ott voltam, Uram! És ott voltam az Úrnak a dicsőségében. És most egy fél órával tovább, mint tegnap. És aztán ránéztem az Úr, nem igaz! Uram, én még akarok még többet belőle. Holnap fél órával hamarabb kellek. És így kezdtem el, elkezdtem 6-kor, tehát akkor keltem föl, és aztán utána lett 5:30, utána 5 óra, utána 5:30, aztán 4 óra. Minden nap korábban akartam kelni, és mikor már 4-kor keltem, akkor éreztem azt, mert 7-kor indulok el így a munkába, akkor éreztem azt, hogy igen. És ahogy el tudok indulni, hogy úgy telve vagyok a mennyel. Mosolyogva, csillogó arccal. És tudjátok, ebben ennyit nem tudok azt mondani, hogy büszke lehetnék bármire, amit én ebben teljesítményként csináltam, azon kívül, hogy vártam Isten jelenlétében lenni. Értitek? És attól a naptól kezdve, hogy ebben elkezdtem élni, azt vettem észre, hogy találkoztam egy testvéremmel, akinek lógott az óra, vagy ilyen savanyú volt az arca. Akkor már nem azt láttam benne, hogy biztos bűnbe él. Hanem azt láttam benne, hogy én sem tettem ezért semmit. Hanem elmondom neki, hogy Isten mit tett az életemben. És azt vettem észre, hogy akivel így elkezdtem beszélgetni, elkezd az ő élete is felragyogni. Azt vettem észre, hogy egyszerűen Isten dicsősége megjelenik az ő életén is. És azt vettem észre, hogy az emberek jól érzik magukat a környezetemben. Régebben mindig menekültek a környezetemben. Igen, mert olyan kis sündisznó voltam időnként. Mindenkit megszúrtam, aki közel jött. Értitek? És igazából a bizonyságom lényege az, hogy mikor megértettem azt, hogy Jézus Krisztusban van a mi igazságunk, mikor megértettem azt, hogy mikor Jézus kimondta azt a kereszten, hogy elvégeztetett, ez azt jelenti, hogy minden a te számodra be lett fejezve. Tehát már az én és a te életemet már nem úgy kell élnünk, hogy harcolunk, és egy nap győzni fogunk. Amen. Így van. Nem mondtál rossz dolgot. Semmi baj. Tehát, hanem úgy kell élnünk az életünket, hogy Jézus győzött múlt időben, amit te tehetsz, hogy ebbe beleállsz ebbe a győzelembe. Vagy pedig te akarod bebizonyítani, hogy te is képes vagy saját magadba győzni a vallásod által. Azáltal, hogy eszel a jó és rossz tudásának fájáról, mert ez a vallás, minden vallás erről táplálkozik. Hogy én tudom, hogy ez jó, ez rossz. Ebből áll a vallás. Ennek a tudásából. Így van? De van egy másik fa, amihez megnyílt az út. Aminél már nem arról szól az élet, hogy jó vagy rossz. Hanem a kérdés az, hogy eszel-e a gyümölcséből, vagy nem. Hogy eszed-e naponta az élet gyümölcsének, vagy az élet fájának a gyümölcsét. A kérdés ez már csak. És ha eszed naponta az élet fájának gyümölcsét, azt veszed magadról észre, hogy ami eddig rossz volt az életedben, csak így lemálik rólad. Nem azért, mert te kigörcsölöd magadnak, hanem csak azért, mert közösségben vagy az élő Istennel. És
ezt tapasztaltam én meg. És ez a különbség. Ennyi az életemnek a titka. Hogy egyszerűen időt tölteni az Úrnak a jelenlétében, vagy pedig teljesítménycentrikusan megpróbálom az életemet jobbá tenni, és mindig újra és újra kudarcot vallani, és mindig alatta lenni, és mindig nem ütni meg a lécet. Vagy pedig azt mondani, hogy Uram, te elvégezted, te befejezted, te vagy az én igazságom, ezt az igazságot én magamra veszem, mint egy kabátot, és így jövök bátran a kegyelem királyi trónja elé. Még egy titok, soha ne próbáld magadat rendbe rakni, mielőtt jössz Isten elé. Gyere Isten elé, és aztán rendbe fog jönni az életed. Az Isten jelenlétében. Az a probléma ezzel, hogyha te akarod magadat rendbe rakni, és lerakni a küszöbre a bűneidet, mindent leraksz, és aztán letöldöd a lábodat, bejössz az Úr elé. Uram, mindent leraktam. Itt vagyok. Akkor megérzed az ő szeretetét, de mikor mész ki az ajtón, újra fölveszed magadat. Érted? És akárhányszor jössz az Úr elé, és kijössz az Úr jelenlétébe, mindig ilyen jó-jó effektus módjára éled az életedet. De amikor úgy, ahogy vagy, büdösen, koszosan, jössz az Úr elé, és azt mondod, hogy Istenem, én csak szeretnék a te jelenlétedben lenni. És amikor ezt, és jön a drága Szent Szellem, és azt a békességet, amely minden értelmet felülhalad, betölti a szívedet ezzel. És egyszerűen csak azt érzed, hogy méltatlanul szeret engem az Isten. De én elfogadom ezt. Ki lett fizetve érte az ár, én elfogadom ezt. És egyszerűen ahogy az időt töltöd vele, azt veszed észre, hogy új emberré leszel. Én vagyok erre az élő példa. És mondják sokan, ó persze, hát ezzel legalizálod a bűnt az emberek életébe, ha ezt hirdeted. Gondolj, amit akarsz. Az én bizonyságom az, hogy még inkább szerelmes lettem az én királyomban. És nem a bűnre vágyam még jobban, hanem arra, hogy még inkább megtapasztaljam az ő dicsőségét. Hogy amit megtapasztaltam belőle ma, holnap messzebb akarok egy kicsivel menni ennél is. Meg akarom tapasztalni a mennynek még nagyobb dicsőségét. És ha te éhes vagy és szomjas vagy, akkor megfog téged a Szent Szellem és tovább vész. És azt mondja, hogy olyan jó együtt lenni. Tudod, mennyire boldog a Szent Szellem, mikor te nem görcsölsz dolgokon, hanem egyszerűen csak az Urat dicsőíted a szívedbe, és neki adsz minden dicsőséget. És akkor csak megkarol téged, és visz téged, és bemutatja neked az ő királyságát. És aztán te el tudod ezt mondani másoknak is. És azok az embereknek is fel fog derülni az arca, mert amiről a Dani is beszélt, ez egy örömhír. És az örömhír az, ami téged mosolyra fakaszt. A törvénybe fel lett sorolva. Ez és ez a követelésem felétek. Ha azt itt betartjátok, akkor ez és ez jön az életetekre. Áldásként. Ha nem tartjátok be, akkor ez mindegyik jön az életetekre átokként. De Jézus Krisztus volt az az ember, aki mind az összes követelést betöltötte. Tehát két dolgot tehetsz. Vagy beleállsz Jézus igazságába, ő engesztelést szerzett az Atya előtt, és az Atya téged igaz embernek lát Jézus igazságában. Vagy pedig beleállsz a törvénynek az igazságába, de akkor mindenben neked helyt kell állni ahhoz. Lehetetlen. Tehát azért mondom, hogy meg lehet próbálni, én is próbáltam, elvéreztem minden alkalommal. Tehát nem lehetséges. Tehát nincs benne élet. Még ha lehetséges is, akkor úgy fogsz kinézni, mint amit Dani mondott ma, mint egy odaégett pirítós. Tehát kiszáradva, élettelenül. De minket nem erre hívott el a mi édesapám, hanem közösségre vele. És ezért is küldte el az ő egyszülött fiát, hogy közösségben lehessünk vele. Hogy egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy Istenem, olyan jó veled. Olyan jó élni az életemet. Olyan csodálatos az, hogy kimegyek, és újra látom ragyogni a napot. Újra látom csicseregni a madarakat.
Újra látom zöldelni a mezőket. Értem, zöldelnek a mezők. Értem, csicseregnek a madarak. Értem, ragyog a nap. Értitek? De amíg az ember alatta van az életnek, addig ezeket már észre sem veszi. De én bátorítalak téged arra, hogy Isten hív téged be az ő drága jelenlétébe. Ami nem függ semmilyen közösségtől, nem függ semmilyen gyülekezettől, semmilyen gyülekezet vezetőktől. Az én álmom az, megmondom őszintén, én nem vagyok ellen a gyülekezetnek. Én hiszek a gyülekezetben. Én hiszek a gyülekezetben, mert ez Istennek a szívén ott van, tervként. De nem ebben a jelenlegi formájában, ahogy a legtöbb gyülekezet most ma működik. Amiben én hiszek, ezt mondom el, amiben én hiszek, abban a gyülekezetben hiszek én, hogy minden egyes tagnak élő közössége van az élő Istennel, élő vizek folyamai áradnak az ő belsejükből, tervvel vannak állandóan, folyik át az életvize, egész héten keresztül közösségük van a teremtőjükkel, szerelmi viszonyban vannak a Messiással, és alig várják, hogy menjenek vasárnap az Isten tiszteletre, hogy mindenki másra rá tudják borítani azt a rengeteg áldást, amit egész héten kaptak Istentől. Ebben a gyülekezetben hiszem. Értitek? De ehhez kell, hogy felnőjünk. Kell, hogy ne maradjunk többé gyermekek. Kell, hogy eljussunk a felnőtt férfiúi korra. Tudjátok, hogy miért? Mert akkor tudjuk birtokba venni az örökségünket. Teljes egészében, úgy, ahogy van. Mert Istennek ez a terve Magyarország számára is, hogy ki hozza az örökségeket. De nekünk kell odaadnunk a szívünket neki, az életünket letenni, és azt mondani, hogy Uram, mindent alárendelek a te dicsőséges királyi hatalmadnak. És leteszem a koronámat eléd, leteszem a büszkeségemet, leteszem az egómat, és legyen úgy, ahogy te akarod. És nem úgy, ahogy én. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattam.